Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Gulyás Anita vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Közeleg a fizetési határidő. Értesítést vagy határozatot kaphatnak a gépjármű adóról az autósok. Faddi orvadászt ítélt el a bíróság. Éjjellátó távcsővel vadászott a férfi. Petőfi 200 szavaló verseny. 90 általános iskolás indult a megmérettetésen. Bált rendezett a Vállalkozói Egyesület Dombóváron. Sikeres az együttműködés a vállalkozók és a városvezetés között. Közeleg a gépjármű adó befizetésének határideje. Ezt 2021 óta a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak kell átutalni, az első részletet március 15-ig, a másodikat szeptember 15-ig. Az erről szóló értesítéseket a napokban küldi ki a hatóság. Már február közepétől elkezdte küldeni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az autósok részére a gépjárműadóval kapcsolatos értesítéseket, határozatokat. Fontos, hogy mindez folyamatosan zajlik, vagyis ha valaki még nem kapta meg ezt az iratot, akkor sem kell megijedni. Határozatot az kap, akinek a tavalyihoz képest változott a gépjárműadója, akinek nem változott a gépjárműadója, ő emlékeztető értesítést kap. Az adóhivatal egyébként elektronikusan küldi ki az iratokat mindenkinek, aki elektronikus elérhetőséggel rendelkezik. Aki nem rendelkezik elektronikus elérhetőséggel, például ügyfélkapuval, ő postán kapja majd meg az iratokat. A gépjárműadót két részletben kell megfizetni, a NAV belföldi gépjárműadó bevételi számlára. Az első részletet március 15-ig, a másodikat pedig szeptember 15-ig kell befizetni. Amennyiben valaki ezt banki átutalással intézi, akkor a közlemény rovatban mindenképpen írja be az adóazonosító jelet vagy az adószámot. Legegyszerűbben a gépjárműadót a NAV mobil applikációban lehet befizetni, illetve a NAV ügyfélportálján keresztül. Akiknek kötelező ugye a bankszámlanyítás, nekik átutalással kell rendezniük a befizetést, akik nem kötelezettek bankszámlanyításra, ők a gépjárműadót befizethetik banki átutalással, a NAV mobil applikációján keresztül, de akár csekken is. Csekk, telefonon, a NAV infovonalán a 1819-es számon, a 3-as menüpontban vagy online igényelhető. Amit még szeretnénk kérni, hogy ha van kérdés a gépjárműadóval kapcsolatban, vagy reagálni szeretnének a kiküldött értesítésre, határozatra, akkor ne az igazgatóság központi e-mail címére küldjék a levelet, hiszen az odaérkező beadványokat, kérelmeket, leveleket a beazonosíthatóság hiánya miatt nem tudjuk elfogadni. Erre szolgál a NAV honlapján megtalálható e-papír alkalmazás, illetve postai úton is be lehet küldeni a levelet az adóhatósághoz. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi törvénynek megfelelően legalább 3 évente ebösszeírást kell végezniük a kutyák tartási helye szerinti illetékes önkormányzatoknak. Hívták fel a figyelmet Szekszárdváros honlapján. Ismertetik, hogy az így összegyűjtött adatok alapján az önkormányzat nyilvántartást is vezet, és kérik a szekszárdi kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki 2023. április 15-ig az ebösszeírási adatlap elnevezésű nyomtatványt, és azt juttassák el a polgármesteri hivatalhoz. A nyomtatvány letölthető, de emellett beszerezhető a hivatal portáján, illetve ügyfélszolgálatán is a Béla Király tér 8-as szám alatt. Akár 150 ezer forint állatvédelmi bírságot kockáztathat az, aki nem tölti ki ezt a nyomtatványt. A kormány azt szeretné elérni, hogy 2030-ra minden második felső oktatásban résztvevő hallgató matematika, természettudomány, mérnök, informatika területen tanuljon, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium államtitkára kedden Budapesten. Hankó Balázs rámutatott, hogy jelenleg minden negyedik hallgató tanul a területek valamelyikén. A politikus arra is kitért, hogy Magyarországon 11 elitligás egyetem van. A cél, hogy világszinten a top 100-ban legyen legalább egy magyar egyetem, uniós szinten pedig 3 magyar felsőoktatási intézmény. Emellett arra is törekszenek, hogy Magyarországot az unióban a 10 legjobb innovátor között tartsák számon. Orvadászat miatt ítélt el a bíróság egy faddi férfit, éjjellátó távcsővel fogták ugyanis el. Az ilyen eszközök használatát pedig idehaza tiltják a törvények. Internetes videó mutatja be az éjjellátó távcső működését. A vadászpuskára szerelhető eszköz digitális eljárással akár 6-szoros nagyításra is képes.
Az ilyen keresők használata a Magyarországon tilos, a törvények szerint ugyanis, aki ezzel akar állatot elejteni, orvvadászatot követel. Ezt tette a faddon élő férfi is, egy erdészeti ügyintéző vonta ellenőrzés alá. Addigra már elejtett egy dámbikát, az ügyből végül rendőrségi feljelentés, abból pedig bírósági ítélet lett. A bíróság megállapította azt, hogy a vádlott a vadászati tevékenysége során ezzel az éjjellátó céltávcsővel olyan tiltott vadászati eszközt használt, amely nem megengedett a vadászat során, ezzel követte el a bűncselekményt. A tiltott céltávcsővel vadászó férfi végül pénzbüntetést kapott. Az ítélet viszont egyelőre nem emelkedett jogerőre, mert a vádlott fellebbezett. Egyre gyakoribbak az online térben elkövetett csalások, és az elkövetők módszerei is folyamatosan változnak. Hívták fel a figyelmet szakértők, az Országos Rendőrfőkapitányság, a Magyar Bankszövetség és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat Nemzeti Kibervédelmi Intézet keddi sajtótájékoztatóján. Az elmúlt 2 évben megháromszorozódott a kibertérben elkövetett visszaélések száma, derült ki az eseményen. A Magyar Nemzeti Bank és az Európai Központi Bank adatai megerősítik, hogy biztonságos a hazai elektronikus forgalom, de a nemzetközi tendenciának megfelelően egyre többféle változatos csalástípusok bukkannak fel. Az adathalász e-mailek mellett már megjelent az adathalászat, a csalárt telefonhívás, valamint az a jelenség, amikor SMS-ben akarnak személyes, érzékeny adatokat megszerezni. A gázolaj nagykereskedelmi ára szerdától bruttó 6 forinttal emelkedik, a benzin beszerzési ára viszont a hét közepén sem változik, írja a holtankoljak.net. Az aktuális átlagára a hazai kutakon a 95-ös benzin esetében 605 forint literenként, míg a gázolaj literenkénti ára 618 forint. Az aktuális árakat figyelembe véve a gázolaj átlagára 618 forintról 624 forintra fog emelkedni március 8-án, a 95-ös benzin átlagára viszont a portál információi szerint a hét közepén sem fog változni. Az autósok akár 20 forintos különbséget is tapasztalhatnak a töltőállomások árai között. Csaknem 90 pályamű érkezett a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzat által meghirdetett szavalóversenyre. A március 14-i döntőbe azonban csak a legjobb 10 kerülhetett be, őket a zsűri a napokban választotta ki. Rabok voltunk most találjuk, kárhozottak ős apáink, kik szabadon értek haltak, szolgaföldben nem nyughattak. Nincs könnyű feladata a zsűrinek, ugyanis közel 100 jelentkező közül kellett kiválasztaniuk a legjobbakat. A Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitánysága a Tolna Vármegyei Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve hirdetett szavalóversenyt hátrányos helyzetű általános iskolásoknak, melynek apropója Petőfi Sándor születésének 200. évfordulója. A szervezők március 3-áig várták a videókat, amelyekben a költő egyik művét adja elő a versenyző. Most fogjuk értékelni azokat a verseket, amik a gyerekek beküldtek internetes hozzáférésen keresztül, és itt innen választjuk ki azt a 10-15 gyermeket. Ugye juhász a szamárom, földi ére lába, nagyon legény, de nagyon boldogtalansága. A zsűri több szempont alapján értékelt. Fontos volt például, hogy milyen verset választott az induló, vagyis hogy a korának, a személyiségének megfelelő szerzeményt adja elő a tanuló, de lényeges a pontos hangsúlyok használata is. Mi is beszeretnénk, mint cigányok, beszeretnénk szállni ebbe a 200 éves évfordulóval, és a Tolna Vármegyei Rendőrfőkapitányság és a Tolna Vármegyei Cigány Kisebbség Önkormányzat összefogásával készítettük el ezt a pályázati lehetőséget. A döntőt tehát március 14-én rendezik meg a Babits Mihály Kulturális Központban, ahol a legjobb 10 versenyző már egy szakmai zsűri és a közönség előtt szavalhatja el a videóban beküldött Petőfi költeményt. A bölcsödei hálózat bővítése a nehéz, egész Európát sújtó gazdasági helyzetben is fontos a kormány számára, mondta a családokért felelős államtitkár. Hornung Ágnes felidézte, a kormány 2010-ben döntött arról, hogy új alapokra helyezi a családpolitikát, és a legfontosabb szempontok között szerepelt, hogy a gyermeket tervező párok ne érezzék tehernek a gyermekvállalást. Közölte, már a 30-nál több olyan támogatási formát kínálnak a családoknak, amelyek az élet minden szakaszában, minden felmerülő nehézség esetén képesek segítséget nyújtani a családoknak,
a gyermek születését megelőző időszaktól egészen az új otthonba költözésig. Jelenleg háromszor annyi, mint egy 1030 településen biztosított a bölcsődei ellátás, mint 2010-ben. Hozzátette, ugyanebben az időszakban mintegy 85%-kal növekedett a bölcsődei férőhelyek száma. Egy orvossal és három mérnökkel kezdi meg a 2 éves kiképzést Magyarország újonnan felállított hivatásos űrhajós állománya, közölte a Külgazdaság és Külügyminisztérium kedden. A kutató űrhajós program keddi sajtótájékoztatóján nyilvánosságra hozták a 4 jelölt személyét is. A beérkezett 240 érvényes jelentkezést az Európai űrügynökség, a NASA, a Nemzetközi űrállomás és a program magánipari partnerének követelményeivel összhangban szűkítették a bemutatott 4 kiképzendő űrhajósra. A csaknem 1 éves válogatási folyamatban tesztelték a versenyben lévők szellemi teljesítőképességét, a testük teherbírását, a személyiségük stabilitását, tudományos munkaszínvonalát, és hogy képesek-e csapatban ugyanúgy együttműködni, mint ahogyan vezetni is, amikor kell. A HUNOR Magyar űrhajós program célja egy magyar kutató űrhajós feljuttatása a nemzetközi űrállomásra, ahol csaknem 1 hónapon át döntően magyar fejlesztésű tudományos kísérleteket fog végrehajtani. Több mint 100-an vettek részt a vállalkozók Báján Dombováron a hétvégén. Szinte mindenki párjával együtt érkezett. A vállalkozói egyesület hagyományt szeretne teremteni a már 2. alkalommal megrendezett eseménnyel. Az esten a dombovári és a járásban tevékenykedő vállalkozók a városvezetéssel együtt szórakoztak. Jó hangulat jellemezte a Dombóvári Vállalkozói Egyesület idei báját is. Mintegy 500 vállalkozó vett részt párjával, társával az igazán kellemes szórakozás nyújtó esten. Tavaly évben kezdtük ezt a bári szervezést, ugye az egyesületünk sem túl régi, az is csak egy néhány éve létező egyesület, de hál' Istennek nagyon jól szerveződik benne a közösség, egyre több tagunk van, egyre több rendezvényünk van, és szerintem a mai rendezvénynek a létszám, a színvonala is mutatja azt, hogy nagyon szépen alakul Dombováron ez a vállalkozói közösség. A gazdasági szereplők és a városvezetés között sikeres az együttműködés. Pintér Szilárd polgármester örül annak, hogy a vállalkozói egyesület hagyományt tudott teremteni, és immár másodszor is megrendezhetik a vállalkozói bált Dombováron. A vállalkozói egyesület létrejötte, azt gondolom, hogy nagy lépését Dombovár életében, hiszen teremtettünk egy olyan fórumot, ahol tud folyamatosan az egyesület és az önkormányzat egyeztetni. Számomra nagyon fontos volt, hogy ismerjem a vállalkozóknak az igényeit, problémáit, és tudjunk rá gyorsan válaszolni, és ami ennél még sokkal fontosabb, hogy Dombováron mindig igyekszünk helyi vállalkozóknak munkát biztosítani. Az es során az igazi hangulatot a helyi zenekar mellett Maksa Zoltán humorista és később Szabó Ádám harmonika művész szolgáltatta. Regionális híreink következnek. Ingatlan fejlesztés és eszközbeszerzés. Több mint 125 millió forintból újul meg az egyik pécsi épületgépészeti cég. Télüzés. Fürdőzéssel köszöntötte Sirilla György a tavaszt a Balatonnál. Tradicionális házi készítésű sütemények versenye. Hagyományos ízek, könnyen készíthető sütik Pécsen. Több mint 125 millió forintból újulhat meg az egyik pécsi épületgépészeti vállalat. A GINOP Plus pályázatnak köszönhetően vissza nem térítendő támogatást nyert a cég. Ennek keretében ingatlan fejlesztésre és eszközbeszerzésre kerül sor. A tervek szerint így fog kinézni annak a pécsi székhelyű épületgépészeti vállalkozásnak az új telephelye, amely most nyert több mint 125 millió forint visszanemtérítendő támogatást. A gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz keretén belül fejlődhet a 30 éve tevékenykedő cég. A pályázati összetétele 30%-ban eszközbeszerzés és 70%-ban pedig ingatlan fejlesztés, ingatlan beruházás. Az ingatlan beruházás egy emelet ráépítést jelent, tehát a meglévő épület a még régen a hőerőmű felvonulási létesítménye kapcsán épített
épületblokk, aminek a felújítása így a ráépítése következik most ebben a pályázatban, és 300 négyzetméteres alapterületi épületre 350 négyzetméteres irodát építünk. Az épületegyüttes kiegészül még egy 63 négyzetméteres magas raktárral. Eszközbeszerzésre is sor került, melynek keretében olyan nagyobb értékű cső megmunkáló berendezéseket vásároltak, mint például menetmetsző és műanyag hegesztőgépek, hőkamerák, illetve épületdiagnosztikai műszerek. A projektnyitó rendezvényen a Baranya vármegyei önkormányzat elnöke elmondta, hogy ha Baranya gazdaságának új lendületet akarunk adni, ahhoz szükséges az, hogy magas hozzáadott értéket teremtő vállalkozások költözzenek a térségbe. Őri László hangsúlyozta, hogy emellett az olyan kisebb vállalkozásokról sem szabad elfeledkezni, mint ez a cég. Ez része annak a programnak, amelynek keretében több mint 300 baranyai vállalkozás, mint egy 29 milliárd forint értékben kapott az elmúlt időszakban telephelyfejlesztési, gazdaságfejlesztési forrás, ezek mind zömében kis és közép vállalkozások itt megyeszert. Én nagyon bízom benne, hogy ez a jelentős szám, mind összegszerűségében, mind a támogatott projekteket tekintve, ez biztosítja azt, hogy a helyi baranyai gazdaság azt tud egy új lendületet venni a következő időszakban, és ennek jó példája a Pécsi Légcső Kft. Beruházása is. A Ginok Plus pályázatoknak a 2021-27-es uniós ciklusban a fő csapás irányuk egyértelműen az, hogy a legkiválóbb cégek a támogatások felhasználásával még versenyképesebbek legyenek, ezáltal a nemzetközi térben is minőséget képviselő terméket, szolgáltatást hozzanak létre. Elűzték a telet a Balaton déli partján. Fonyódon már évek óta hagyományosan, zajosan búcsúztatják a telet. Idén ehhez Mohácsról érkezett egy búsott csoport is, és előkerült a kereplő, a kolomb és a jókedv is. Sirila György pedig balatoni fürdőzéssel köszöntötte a tavaszt. Már-már nyarat idéző tömeg hömpölygött Fonyódon, ahol a mohácsi busok és néptáncosok invitáltak mindenkit a tél előzésére. A városban nagy hagyományai vannak a télvégi mulatságnak. Ez nagyon nagy öröm számunkra, és nagy büszkeséggel tölt el minket, hogy mi gyakorlatilag nem csak beszélünk a négy évszakos Balatonról, hanem próbáljuk is megvalósítani ilyen egynapos, rövid fesztiválokkal, amelyek mindig valamilyen hagyományhoz, a múltunkhoz, a történelmünkhez kapcsolódik, úgy, mint ahogy ez a térűző esemény is ma, hiszen pontosan tudjuk, hogy a farsang vízkereszttel kezdődik, és hamvazó szerdával ér véget, és ennek egy középső, egy jeles eseménye a busójárás és a télűzés, és nálunk itt Fonyódon már hagyománya van évek óta a télűzésnek, a kiszebáb égetésnek, és annak, hogy itt forralt borral is kedveskedünk a fonyódiaknak és az ide látogatóknak. A családokat és a gyerekeket nem csak színpadi produkciókkal várták. Az érdeklődők együtt táncolhattak a mohácsi hagyományőrzőkkel, fotózkodhattak a busokkal, a kreatív sarokban pedig számos játékot kipróbálhattak. Akkor mindig alulról irányítjátok, jó? És mehet be a sárga lomra, jó? Ezekből összeszedhetsz, tudod? Egy lehet rajta, csak kettőnek. A délután legjobban várt eseménye Sirilla György megmártózása volt a 4 fokos Balatonban. A csobbanást több százan várták a Fonyódi mólónál. Néhány percnyi lubickolás után a Rozmár egy vállalkozó kedvű kisgyereket is bevitt a vízbe néhány fotó erejéig. Én a tavasz tündére a mai napon, kedveseim! Igazi tavasz tündére! Partot érve szívesen beszélt arról, miért fontos számára a fonyódi mártózás. Kihívásnak tekintettem, felelősségnek tekintettem ezt a tavasz köszöntő, illetve télbusztató úszás, és az nagyon nagy felelősséget tett rám, hogy ilyen sok-sok százan itt voltak az úszáson, és úgy gondolom, hogy úgy érzem, hogy a szívemben ezeket az embereket örökre megőrzem, akik ma itt voltak, és azt is hirdetem, hogy egészség, szeretet és ilyenek kellenek tavasszal az embernek, virágot kell ültetni, meg egymáshoz jó lenni. Ilyesmire gondoltam úszás közben, ami teljes mértékben megvalósult. Az úszással nem ért véget a fonyódi délután, hiszen a színpadon népi tánc csoportok, játékok várták az érdeklődőket, a zsíros vagy lekváros kenyér, valamint a forró tea és a forralt bor mellett. 16. alkalommal rendezte meg a házi készítésű sütemények versenyét az Európai Gondolatok Egyesületek közösen a P. Oktatási Központ második esély iskolájával. Tradicionális ízek, könnyen készíthető, olcsó sütik versenyeztek Pécsen. Idén a régión kívül Kijevből, Fehérvárról, Erdélyből is érkeztek versenyzők.
Gyűlnek a házi készítésű küllemre szebbnél szebb sütemények. Megalkotói között van, aki már másodszor vesz részt a megmérettetésen, és akad olyan is, aki először próbál szerencsét. Ez a második alkalom, hogy beneveztem. Tavaly díjat is kaptam a süteményért. Ez egy olyan egyszerű sütemény, amiben fél kiló sárgarépa van, és ez egy kevert sütemény. Csöpifánkot sütöttem, és egy olyan csúcsot, olyan zserbó csúcs. A csöpifánkban van cukor, ez az anyukám receptje, de a másikban a zserbó csúcs cukormentes. Úgyhogy ezt valószínű, hogy mindenki majd érdeklődve kóstolgatja. A tradicionális házi készítési sütemények versenyére a benevezés feltétele volt az elkészített süti receptje, valamint 15 szelet süteménynek a leadása, a szakmai zsűri bírálata miatt és a vendégek kínálása céljából. A bírálatnál meghatározott feltételeknek kellett a sütiknek megfelelni. Nagyon fontos, hogy házi készítésű legyen, hogy hagyományőrző legyen, lehet innovatív is, de az, hogy az ízvilága milyen, mennyi ideig készíti, milyen anyagokat használ fel, és mennyire lehet a retro világba, a nagyanyáink világba visszavinni azokat a formákat, ízeket, és persze az esztétikum. A négy kategóriát még elmondanám, hogy van édes, van sós, van kelt egyéb, és van a mindenmentes. Idén a régión kívül Kijevből, Fehérvárról, Erdélyből is érkeztek versenyzők. A tradicionális süteményversenyt az Európai Gondolatok Egyesülete, a P Oktatási Központ második esély iskolájával közösen szervezte. A versenynek Pécsen a Balokány Pepita közösségi tér adott otthont. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket még egyszer röviden. Közeleg a fizetési határidő. Értesítést vagy határozatot kaphatnak a gépjármű adóról az autósok. Faddi orvadászt ítélt el a bíróság. Éjjellátó távcsővel vadászott a férfi. Petőfi 200 szavaló verseny. 90 általános iskolás indult a megmérettetésen. Bált rendezett a Vállalkozói Egyesület Dombóváron. Sikeres az együttműködés a vállalkozók és a városvezetés között. Szerdán melegfront alakítja időjárásunkat. Reggel, délelőtt mérsékelt lesz, majd a nap folyamán fokozatosan élénkül a délnyugati szél. Emellett változóan többnyire erősen felhős égbolt várható, elvétve futó záporokkal. Éjszaka is szeles, nagyobb részt felhős marad az idő. Friss hírekkel legközelebb szerdán este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!